2023. október 26-án két új óvodaépületet áldott meg ünnepélyesen Ternyák Csaba egri érsek Miskolcon. A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Erzsébet tagóvodája négy csoportnak ad helyet. Az új épületben melegítőkonyhát, tornaszobát, sószobát, egyéni fejlesztő termet és orvosi szobát is kialakítottak. Az óvoda körül zárt belső udvart építettek ki udvari játékokkal, az épület előtt akadálymentes parkolókat létesítettek és akadálymentes bejáratot. Az óvoda az új épületben 72 gyermekkel kezdte meg működését 2023. szeptemberében. Az ünnepségen Harasztiné Kádár Ágnes igazgató és Palástiné Horváth Andrea óvodavezető köszöntötte a jelenlévőket. Dr. Sedon László plébános köszönetét fejezte ki a főpásztornak bátorságáért, melynek köszönhetően az egri főegyház megye számos intézmény fenntartója, és ez segíti azt, hogy az óvodák és iskolák a hit útjára vezessék a gyermekeket. A lelkipásztor méltatta a döntéshozók munkáját és támogatását is, mellyel segítik ezeket a törekvéseket. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő elmondta, a kormányzat elkötelezett a családok támogatása terén, a nemzeti identitás a hit megőrzésében és megerősítésében. Ennek jegyében támogatják a templom felújításokat, a bölcsőde és óvoda építéseket. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár rámutatott, 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus tanította a nők tiszteletének fontosságát, és ráirányította a figyelmet a gyermekek szeretetére. Hozzátette, minden gyermekért küzdeni kell, hogy megszülethessenek és boldogan felnőhessenek. A politikus méltatta az egyház intézményfenntartásban vállalt szerepének jelentőségét, melyel a krisztusi tanításnak tesznek eleget. Magyar Katolikus Egyháznak az óvoda fejlesztési programján keresztül több mint 13 ezer férőhely vagy megújul, vagy pedig új alakul. Itt megújult ebben az esetben, mert le kellett bontani, ha jól tudom, a régi épületet, és most egy gyönyörű szép óvodát épített a közösség. Az államtitkár hozzátette, az egri főegyház megyében összesen 32 óvodát érint a program, ezen belül 26 új épület létesítését jelenti. Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, örömmel, hálával és köszönettel van tele a szíve. Örülök annak, hogy több mint 10 évvel ezelőtt itt a szülők arról döntöttek, hogy a iskolájuk katolikus iskola legyen. És ez a döntés, ez egyfajta szövetséget jelentett az egyházzal, egyfajta szövetséget jelentett az egyházmegyével, és ennek a szövetségnek egy csodálatos, szép gyümölcse ez a mai óvoda átadás, amelynek mindannyian örülünk. A főpásztor köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik az építkezés sikerén munkálkodtak, és Isten áldását kérte a munkára és a gyermekekre, szüleikre, valamint az intézmény dolgozóira. A Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Anna tagóvodája négy csoportot fogad be. A másik új épülethez hasonló komfortot kínál a kicsiknek, melegítőkonyhával, tornaszobával, sószobával, egyéni fejlesztőteremmel és orvosi szobával. Itt is korszerű játszóudvart alakítottak ki, a szülőket akadálymentes parkoló és bejárat várja. Az óvoda az új épületben 88 gyermekkel kezdte meg működését 2023. szeptemberében. Dr. Kovácsné Nikházi Eleonóra igazgató és Balogh Bubenkó Éva óvodavezető köszöntötték a vendégeket, majd Gubala Róbert plébános szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta, mindenkit jókedvel tölt el, hogy elkészült ez az épület, mely a Szent Anna egyházközséghez tartozik. Szent Anna Jézus nagymamája életén keresztül a mai nagyszülők szerepéről szólt, akik fontos feladatot vállalnak a vallásos nevelésben. Dr. Kis János országgyűlési képviselő arról beszélt, a legfontosabb, hogy a gyermekek boldogok legyenek, és mindenkinek az a feladata, hogy ennek feltételeit biztosítsa. Soltész Miklós államtitkár köszönetét fejezte ki a gyerekeknek és az óvópedagógusoknak az ünnepi műsorért, Ternyák érseknek, munkatársainak és a kivitelezőknek a színvonalas munkáért. A politikus a keresztény nevelés jelentőségét méltatta, mely megismerteti a szépet és a jót. Úgy fogalmazott, a különféle támogatásokkal keretet lehet adni, de tartalommal, lélekkel a közösség tudja megtölteni az intézményeket. Ternyák Csaba egri érsek emlékeztetett, több mint egy évtizede a szülők döntése nyomán számos iskola került egyházi fenntartásban, és most hálásak lehetünk azért a döntéshozóknak, hogy ezek az intézmények óvodákkal bővülhetnek. Különleges lehetőség, hogy már itt elkezdődhet az a nevelő munka, ami esetleg a családban valamilyen okból nem indult el.
Az óvodafejlesztési program nagy öröm. Ez a lehetőség az egész társadalom számára rendkívüli értéket jelent, és egyben kihívás a lelkipásztoroknak, hogy az Istennel való találkozás vágyát felkeltsék a gyermekek szívében. A köszöntő után a főpásztor megáldotta az új épületet. A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében emelt épületek 160 óvodás színvonalas ellátását biztosítják. A két beruházást több mint 1,5 milliárd forintból valósították meg.